A város kulturális és művészeti életének eseményeivel, érdekességeivel a Pécs TV kulturális híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Sebed a világ. József Attila versei a Művészetek házában. Amennyiben velünk maradnak a következő percekben, többet is megtudhatnak. Manapság egyre kevésbé divat vagy szokás verset mondani, vagy éppen verset tanulni, hallgatni. Az audio-videó számítógépes világ magához láncol különféle furfangokkal, és nem enged. Persze, nyilvánvaló, ez is egyfajta kulturálódás. Csak hogy irodalmi értékeinket sem szabad félretenni, elfelejteni. Kosta Gabriella József Attila estje éppen az értékek megóvására, az értékrend fontosságára hívja fel a figyelmünket. S mint ahogy a művésznő is mondja, versek nélkül természetesen lehet élni, csak nem érdemes. Füstöl a víz, lóg a kák a kokkadó nap pusztaságba. Dunnába bút fönn a magas, sűrű csönd ropog a havas mezőben. Kövér homály, zsíros, csendes, lapos lapály, kerek, rendes. Csak egy ladik, mely halhatón kotyog még a kásás tavon, magában. Miért pont József Attilát választottad most? Azt nem tudom, József Attilát tulajdonképpen mindig minden évben választanám, mert József Attila gyerekkorom óta meghatározó az életemben, József Attila költészete. És hát most azt hiszem, hogy sajnos egyrészt nagyon-nagyon aktuális, másrészt pedig örökérvényű, mert amikor már nagyon remélem, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor ezek a József Attila szegénység versei nem lesznek ennyire aktuálisak Magyarországon, de a költészeti értékük szerint ezeket a verseket szerintem soha nem szabad elfelejteni. Jeges ágak között zörgő időt vajúdik az erdő, csattogó fagy itt lel mohát, s ide köti csontos lovát pihenni. És a szőlő közbül szilva, a tőkéken nyírkos szalma, sorakozó sovány karók, öreg parasztoknak valók járkálni. Azt hiszem, hogy József Attila azért eléggé ismert, sokan szeretik, sokan mondják, csak nagyon-nagyon szép, nagyon-nagyon nagy versei az utóbbi időben kicsit áttérbe szorultak, vagy ezekről a versekről kicsit kevesebb szeresik szó, ezekről a versekről ritkábban beszélnek, holott ezek a meghatározó darabjai József Attila költészetének, és én egész egyszerűen nem szeretném, hogyha ezek a versek elfelejtődnének, és hát nem beszélve arról, hogy én ezeket a verseket nagyon-nagyon szívesen mondom. Légy fegyelmezett! A nyár ellobbant már. A széles, szenes göröngyök felett egy kevés, könnyű hamu remek. Csendes vidék. A lég finom üvegét megkarcolja pár vékony cserjeák. Szép embertelenség. Csak egy kis darab vékony ezüstrony, valami szalagcsünk keményen a bokor oldalán. Mert annyi mosoly, ölelés fönnakad a világ ágbokán. Azt hiszem, hogy az én generációmból legalábbis nagyon sokan vagyunk így, akiket hát úgy nem hagy nyugodni ez a költészet. És azt hiszem, hogy ezzel mi nagyon
sokat nyertünk is, akár olvastuk, akár mondtuk, akár hallottuk József Attilát. És én azt hiszem, hogy a versnél a személyes érintettség az borzasztó fontos. És mostanában elég gyakran előfordul az, hogy a költészetet alkalmi versmondásként fogják föl, amikor valamilyen ünnepségen alkalmi versként hangzanak el klasszikusok vagy mai költők versei, és az egészen másképp hat, mert a líra az egy nagyon-nagyon személyes valami. És szerintem pontosan emiatt van az talán, hogy az emberek személyes érintettsége a versekkel kapcsolatban halványodik az utóbbi időben. Mint olmos ég alatt, lecsapódva telten, füstszál a szomorú táj felett, úgy leng a lelkem alacsonyan, leng. Nem suhan. Te kemény lélek, te lágy képzelet, a valóság nehéz nyomait követve önnön magadra, eredetedre, tekints alá itt, itt, hol a máskorói híg ég alatt szikárló tűzfalak magányán, a nyomor egykedvű csendje fenyegetően és esengve föloldja lassan a tömény bánatot a tűnődők szívén, és elkeveri milliókéval. És most kérem, hallgassanak meg néhány hírt, érdekességet. 16 kategóriában osztották ki az Emerton díjat hétvégén az elmúlt évben kiemelkedő teljesítményt nyújtott művészeknek. Néhány név a teljesség igénye nélkül. A rádiós szerkesztőkből és újságírókból álló zsűri januári döntése alapján a 2000-es év énekesnője Aut Csilla, az év zeneszerzője Presser Gábor, az év jazzmuzsikusa Pege Aladár lett. Az év stúdiókoncertjét a David Klezmer Band adta, míg az év stúdiófelvételét a Bergendi Koncert, Tánc, Jazz és Szalon zenekar készítette. A testület életműdíjat adományozott Tabányi Mihály aranyérmes harmonika művésznek. Szimfónia Hungarorum címmel nyílt kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. A milleniumi tárlat a magyar zenetörténet 1000 évét öleli fel. A látogatók csaknem 500 tárgyat, kódexeket, kéziratokat, képeket, plasztikákat csodálhatnak meg. A legnagyobb érdeklődést és tetszést vélhetően az az akvinkumi orgona váltja majd ki, amely még a 3. századból való. Kedves nézőink, a kulturális híradó végén a figyelőt olvashatják. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.